4:00 érkezett a riasztáshoz székesfehérvári tűzoltóságra, hogy füst tódul ki a Köfém lakótelep 4-es szám alatti házból. A tűzoltók és a katasztrófavédők 2-es kiemelt fokozatban vonultak a helyszínre. A tűz ugyan nem terjedt át a szomszédos lakásokra, de az oltás idejére a lakóépületet kiürítették. A nappali, illetve a mellette lévő szoba érintett közvetlenül tűzesettel, a többi szoba a füst, illetve a kormolódás által érintett. A füst az a lakóépületnek a lépcsőházába terjedt ki. Itt a kollégáim a lépcsőháznak a füstmentesítését végrehajtották a beavatkozás során. A beavatkozással párhuzamosan a bent lakókat, az épületben lakókat próbálták értesíteni, a kirítést folyamatosan végezték. A lakásban egy ember tartózkodott, őt a helyszínre érkezett mentők kórházba szállították. Az első vizsgálatok szerint felismerhető volt, hogy agykoponyasérülést szenvedett. A mentettség megpróbálta a helyszínen az állapotát stabilizálni, tehát légutat biztosított lélegeztetéssel és egyéb gyógyszeres ellátással szállították a sérültet a Székesfehérvári Kórház traumatológiai osztályra. Tudomásom szerint még mindig életveszélyes állapotban van. A tűzeset helyszínére az áram- és gázszolgáltató szakemberei is megérkeztek. A tűzoltóság szolgálatparancsnoka ugyanis úgy ítélte meg, hogy a konyhai kialakítás miatt a gázszűzhelyek ellátásának kiszakaszolása is szükséges. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.